Hello, szevasztok srácok, üdvít néktek. Ez itt a legújabb autós vlog, gyerekek. És akkor hoztam egy nagyon jó témát. Igazából ez nektek jó lesz, mert ugye már hamarosan ti itt elkezdtek dolgozni, már mint van, aki ugye el is kezdett dolgozni, nem csak elkezdtek. Na most ugye bár, ugye mint mondtam nektek, én mondtam, hogy targoncás és raktáros vagyok. Ugyebár ez egy elég jó jövedelmező állás, de nem mindegy, hogy hol vagy, meg ugye, hogy hol dolgozol, hol helyezkedsz el, meg minden. Na és akkor ugye itt jön a történet. Ugye én 7 hónapig itt voltam egy cégnél, emlékeztek még, aki régebben itt van, mondtam, hogy itt van, újra elkezdek dolgozni, minden oké, minden, csak ugye a műtét. Na és akkor ugye itt jön a sztori, itt jön a történet, gyerekek. Ugye már itt vagyok tényleg már 7 hónapig, és az utolsó egy hónapban ugye elkezdett fájni a lábam, amit mondtam is nektek, ugye a visszér történet. És én előre szóltam, ugye bent, hogy figyeljetek már, nekem lesz ez a műtétem, és azt mondta az orvos, hogy nem állhatok annyit, mert fáj a lábam, mert ugye szóltam nekik is, mondom, légy szíj, ad ne álljak már annyit, mondom, nem azt mondtam, hogy egész nap ülni akarok, csak nem akarok annyit állni. Mondtam, hogy mondjuk mit tudom én, egy 5 órát hadd üljek, vagy akármi, csak ne kelljen egész nap állni tényleg, mert tényleg szar ez a dolog, mert elég súlyos következményei lehetnek, hogyha nincs meg ez a műtét. Na és akkor itt jön a történet. Ugye egy hónapig betegszabin voltam, mert fájt a lábam, el kellett menni kivizsgálásokra, 2 is voltam. És ugye már engem decemberben fognak műteni. Novemberben lesz a műtét előtti vizsgálat, ugye ahol felmérik, hogy akkor mit szednek ki, hogyan műtik a lábamat, stb. Mindegy. És itt jön a genyóság, gyerekek. Én bementem, vagy nem is, beteg Szabi alatt fölhívott engem a menedzser, aki ugye fölhívott, hogy nem akarok egy dolgozni még annak. És mondtam neki, hogy mi a szitu, hogy kérdezik, mi van veled, tudjátok, tipikus hogy mi van veled, stb. És akkor mondtam, tudod, hogy ez van, meg minden. És mondtam, hogy majd ki kell találni valamit, mert én nem tudok ennyit jelenleg állni, ez nagyon sok nekem. Főleg így fájos lábbal, később nem lesz vele gondom, csak most. Na és ugye ez volt, és akkor bementem most hétfőn, ezen a héten. És akkor mi vár? Hát, hogy papírok, minden, mondom, itt van minden, tök jó, betegszabin voltam, minden le van igazolva, és akkor jön ugye a menedzser, beszéltem vele, mondom, figyelj, ez a helyzet, és akkor elkezdi, hát figyelj, hát ilyen nincs nálunk, meg nem tudunk, meg stb. És elém rakta a felmondási papírt, ugye a közös megegyezéses felmondási papírt, felmondási szerződést, közös megegyezéssel, bocsánat. És mondom neki, figyelj már, itt van egy kibaszott csoko, hatalmas ez a raktár, mindenféle meló van, biztos nem tudjátok? Itt vagyok már egy hónapja. És akkor nem tudjuk egyáltalán minden, stb. Nem, egyáltalán tényleg. Azért ne haragudjál már, itt vagyok 7 hónapja, a legjobban teljesítő emberek közt vagyok, és ezt érdemlem. És akkor hát ne haragudj, hát nem tudunk mit kitalálni. Aha, van jogosítva, akkor küldjetek el addig arra a 2 hónapra, vagy nem tudom mennyire, mert ugye 2-3 hét a felépülési idő. És azt mondja, nem, és akkor tudja, hogy ennyi, meg minden. Ugye ez a sztori, úgyhogy gyerekek, nagyon kemény. Ezért kiraktak. 7 hónapig ott termeltem nekik, baszki, a milliókat, baszki. Összetermeltem nekik a jövő hetet, érted? Kidolgoztam a belemet, baszd meg, és az a baszd meg a mi a faszom a hála, hogy engem baszd meg kiraknak felmondási szerződéssel. Úgyhogy nagyon köszönöm szégen ezeknek a süttyó cégeknek, amint lesz lehetőségem elhagyom ezt a büdös süttyó kecis országot. Nem érdekel, gyerekek. Egyszerűen undorító, hogy bánnak itt az emberekkel, mint valami rabszolgák. Hogyha meg valami bajod van, érted? Úgyhogy már ledolgoztad itt már a fél életedet, meg ide teszed minden, meg szeretsz dolgozni. Akkor is akkor hát az lesz, hogy kiraknak. Mintha nem lennénk emberek, mintha valami kibaszott rabszolgák lennénk. Egyszerűen undorító.
nem érdekel, gyerekek, amint lesz lehetőségem, én elzúzok innen külföldre. És visszajövök, és beleröhögök minden ilyen büdös sutyónak a pofájába. Ne adj Isten, még ezért is csinálok vállalkozást, valami normálisat, de ez akkor is undorító, hogy itt az embereket baszki kihasználják ilyen szinten, és bocskos rabszolgaként bánnak velük. Érted, mintha valami állatok lennénk, csak úgy odarakja elém, hogy semmi segítség. Mondtam neki, hogy mondom, ez fontos, hogy meglegyen nekem. Mondom, nem akarok elmenni innen, szeretek itt dolgozni. És hát nem, hát ez így nem, hát akkor rohagy meg. Érted? Neki az a 2-3 hét, az neki rossz. De az nem jó neki, érted? Most elbaszki. Most rossz neki, hogy 2-3 hétig elmegyek, és csak... vagy mi az? Szar neki, nem tudom, én nem értem meg ezeket. Az a 2-3 hét neki, az neki nagyon fáj, de az nem fáj neki, hogy itt voltam 7 hónapig. Az nagyon jó volt, de meg se köszönte, baszki, mondom. Undorító, gyerekek. Úgyhogy azt ajánlom nektek is nagyon, hogy gondoljátok meg, hogy hova mentek. Mert látjátok, ennyi. Ennyit mondasz, hogy megműtik a lábadat, de tényleg 2-3 hét alatt már, 2-3 hét múlva már tudnék dolgozni, és ez a hála. Undorító, gyerekek. Undorító. Na, köszönöm szépen, hogy megnéztétek, majd még jelentkezek most ez a szitu. Egyelőre most nem tudom eldönteni, hogy menjek-em most is dolgozni, ugye 2 hónap van műtétig, vagy várjam meg ezt a 2 hónapot, műtsenek meg, és utána menjek dolgozni. Na, sziasztok!